Közösségi térként működik ezentúl a huszártelepi kapuház. A görögkatolikus egyház egy nyertes pályázatnak köszönhetően újította fel az épületet, amelyet a nyíregyházi önkormányzat térítésmentesen adott át számukra. Az elmúlt években sok fejlesztés történt a huszártelepi városrészen, amelyek a felzárkózást segítették, közölte a város polgármestere. 18 lakás megújult, illetve a városrész rehabilitáció keretében még több. A lakatás mellett a fontos a környezet, ugye egy városrész rehabilitációs program zajlott le, és a játszótér stb. Védelme érdekében komoly közbiztonsági intézkedések is születtek, tévfigyelő kamera rendszer, rendőrös, a rendőrségnek felújítottunk egy épületet, működik már itt, illetve a roma önkormányzattal őket segítve egy polgárőrséget is szerveztünk. Egy másik kulcs szerep a felzárkóztatásban az oktatás, ebben kiemelt partnere a városnak a görögkatolikus egyház, hangzott el a rendezvényen. A sokak számára ismert Peres eljárás csak megerősítette a kapcsolatot, közölte a nyíregyházi egyházmegye apostoli kormányzója. A huszártelepi iskolát sok éven át szegregáció miatt akarták bezáratni. Végül a kúria úgy döntött, nem sérült az egyenlő bánásmód elve, így működhet az intézmény. Próbálunk segíteni, vigasztalni, felemelni, nevelni, és mi is megtapasztaljuk azt, amit Jézus megtapasztalt, hogy vannak sokan, akiknek ez nem tetszik. Vannak, akik ezért megítélnek bennünket. Vannak, akik azt mondják, ne engedjétek a gyermekeket ebbe az iskolába. De Jézusnak a szavai napjainkban is ugyanúgy elhangoznak, mint ahogyan abban az időben. Engedjétek hozzám a gyermekeket. Nagyon nagy hálával és köszönettel tartozom azoknak a szülőknek itt a telepen, akik megértették ezt, és megengedték gyermekeiknek, hogy iskolánkon keresztül közelebb kerüljenek Jézushoz. Az átadáson a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár kiemelte, a tanodák kialakítását azért kezdeményezték, mert itt tudnak foglalkozni azokkal a diákokkal, akiknek a család kevésbé tud segíteni a tanulásban. Nem a szülőket pótolja, a tudást és az ismereteket bővíti, tette hozzá Langerné Viktor Katalin. Hiszen ezekben a gyermekekben ott van a jövő, ezekben a gyermekekben ott van az eljövendő családapa és családanya, és nekünk ezt kell látni, és köszönöm szépen a görögkatolikus egyháznak és ennek az egyházmegyének, köszönöm az iskolának és az igazgatóasszonynak, hogy ebben a munkában támogatják ezt a közösséget. Ez egy közösség, itt nem csak gyermekekről van szó, hanem felnőttekről is. És nagyon nagy örömmel látom, hogy a tanoda folytatni fogja a munkáját, hiszen a társadalmi felzárkózás építő köve az oktatás. Topos források is segítik a társadalmi integráció sikerességét. Pályázni közösségi terek kialakítására és rendezvények megszervezésére is lehet jövő év elejétől. Számos állami program is, ugyancsak Európai Uniós segítséggel, támogatással és magyar kormányzati forrással segíti ezt a társadalmi vállalkozást, amelynek az elején tartunk, és azért távlatosan kell gondolkodnunk. Itt az eredmények évtizedekben, generációkban mérhetők, viszont nagyon fontos minden egyes generációnak, minden egyes egyénnek, hiszen társadalmi vállalkozásról van szó, de az egyén felelőssége nem megkerülhető. Az ünnepség végén egy emlékfát is ültettek a közösségi ház udvarán.